Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a számkifejezések számértékét számoljuk a racionális számok halmazában. Mint ahogy már az előző leckékben kitértünk, ezeknél a feladatoknál nagyon fontos a műveletek helyes sorrendje. Nézzük, aktuális feladatlapunk milyen feladatokat tartogat számunkra. Feladatunk így szól: mínusz 3,1 harmad, szorozva, majd zárójelben 2,15 mínusz 3,1 negyed. Igaz, hogy a műveletek sorrendje alapján a szorzás az fontosabb, mint a kivonás, de mivel a kivonás zárójelben található, így a zárójelek miatt először is azzal kezdünk. Vegyük észre, hogy különbözők a nevezők. Keressük meg akkor az 5-nek és a 4-nek a legkisebb közös többszörösét. Mivel ők relatív prímszámok, így akkor a kettőjük szorzata lesz a közös nevező, vagyis a 20. A bővítést akkor a másik számmal végezzük. Az ötös esetében négyel, a négyes nevező esetében pedig öttel. A feladat elején lévő mínusz 3,1 harmadot csak lemásolom, akár még zárójelet el is hagyhatom, hiszen első számról van szó. Viszont most szükség lesz a zárójelre, hiszen először is bővítünk. 2,155 bővítem 4 -jel. Számlálót is, nevezőt is megszorzom 4 az lesz a 2, és 2,420-ad. Mínusz, most a 3,1 negyedet bővítem 5-tel, az lesz a 3,520-ad. Párosítás módszerével könnyen össze tudom vonni ezt a két vegyes töltet a zárójelben. A mínusz 3,1 harmadot csak lemásolom, és nézzük akkor, mi lesz az összege ennek a két vegyes törtnek a zárójelben. Abszolút értékben a mínusz 3 a nagyobb, tehát az előjel mínusz lesz, így még meghagyom az a zárójelet. A 3-ból vonom ki a 2-t, az marad az 1, akkor a számlálóknál is ugyanezt az irányt alkalmazom, 5-ből vonom ki a 4-et, marad az 1, és a nevezőt csak lemásolom. Tehát a kapott különbség, vagy összeg, ahogyan nézzük, Mínusz 1,12-ad. Ezt a két vegyes törtet kell a folytatásba, hogy összeszorozzuk. Figyeljük az előjeleket. Mind a kettőnek mínusz az előjele, ilyenkor a szorzat pozitív lesz. Vegyes törtként nem tudunk szorozni, átalakítjuk őket áttörtekké. ki. 3 x 3 az 9, plusz 1 az 10, tehát 10 harmad, szorozva 1x20 az 20, plusz 1 az 21, tehát 21 20 addal szorzás esetén mindig megpróbálunk egyszerűsíteni. Szerencsénk van, hiszen szépen lehet egyszerűsíteni. Az egyik ágon a tizet és a húszat, mindkét számot elosztom tízzel, tízben a tíz megvan egyszer, húszban pedig kétszer. A hármat és a huszonegyet, mindkét számot osztom hárommal, háromban megvan egyszer, huszonegyben pedig hétszer. Így akkor, ha összeszorzom számlálót számlálóval, nevezőt nevezővel, az előjár plusz lesz, a számlálók szorzata 1 7 az 7, a nevezők szorzata pedig 1 2 az 2. De mivel a számláló nagyobb, mint a nevező, ezt még vegyes történet átalakítom, 7-ben a 2 megvan 3-szor, a maradék 1, a nevezőt csak átmásolom, tehát a végeredményünk 3 egész és 1 /2. Láthatjuk, hogy nem is olyan nehezek ezek a feladatok. Ha ügyelünk a műveletek sorrendjére, szinte a feladat vezet bennünket. Nézzük akkor, ugyanezt a lendületet kihasználva, oldjuk meg a következő feladatunkat. Ebben azt látjuk, hogy mínusz 4,18-ot szorozni kell 1,511-del, ez zárójelben van, de hát, hogyha nem is lenne zárójelben, ezzel a művelettel kezdenénk, mert ez egy szorzás. És ki kell belőle, hogy vonjunk, mínusz 2,5-et hát akkor először is szabaduljunk meg a zárójától a feladat elején, határozzuk meg az előjelet, és a vegyes törteket alakítsuk át törtekké. Nézzük először is az előjelet. Egyikük negatív, másikuk pozitív, akkor a szorzat mínusz lesz. A 418 adott, hogy hát alakítom áltörté, 4 x 32, plusz 1 az 33, tehát 338 nincs is szükség ugye ezekre a zárójelekre most már. Az 1,511-et, ha alakítom 1 egyszer 11 az 11, plusz 5 az 16, tehát 1611. És akkor most a mínusz, egy negatív számot, hogyha vonunk ki belőle, tanultuk, hogy a mínusz-mínusz valójában átalakul plusz -e, és most egy tizedes tört szerepel, 2,5 mivel az előző számok pedig valódi törtek, illetve vegyes törtek voltak, így akkor a 2,5-et is átalakítjuk. A 25 már a neve is mondja, 25 ha tölt részét egyszerűsítem 5-tel, akkor marad a 2,1-ed. Tehát a folytatásban most már vegyes törtként írom a 2,1-edet. Visszatérek a feladat elejére a szorzáshoz. Az előjel már adott, próbáljunk meg valamit egyszerűsíteni. Szépen tudunk egyszerűsíteni, az egyik ágon a 33-at és a 11-et, 11-jel, 33-ban a 11 megvan háromszor, 11-ben pedig egyszer. A másik ágon is tudunk egyszerűsíteni, hiszen a 8-at is, és a 16-ot is át tudom osztani 8-al. 8-ban megvan egyszer, 16-ban pedig kétszer. Így akkor, ha összeszorzom számlálót számlálóval, 3 x 2 az 6, és a két nevezőnek a szorzata pedig 1. És ehhez most hozzáadom a 212 kettedet. Itt akár folythatom, folytathatom a párosítás módszerével, vagy úgy, hogy átalakítom őket áltörtekké. Én az előző módszert alkalmazom. Viszont akkor a mínusz 6-ból egyet kölcsönadok, hogy legyen tört rész, marad akkor csak a mínusz 5, azt az 1, mivel a másik vegyes törtnek a nevezője 2, így akkor kettedekbe írom, vagyis 2-2, és ehhez már hozzá tudom adni a 2,1 kettedet. Abszolút értékben a mínusz 5-a nagyobb, tehát az mínusz lesz az előjel, és akkor jött hát a kivonás. 5-ből 2-t az 3, ugyanezt az iránt alkalmazom a számlálók esetében is, 2-ből 1-et az 1, és a nevezőt csak lemásolom, tehát a végeredményünk mínusz 3,12. Mivel a feladatban szerepelt tizedes tört, Értelemszerűen lehet, hogy valaki úgy próbálja meg, hogy a folytatásban, amikor ide érkeztünk, hogy mínusz 6 per 1, ami ugye mínusz 6, tizedes törtként számol tovább. Mínusz 6-ot és 2,5-et kell, hogy összevonjon. Ez is egy járható út, hiszen a 6-ból, hogyha kivonjuk a 2,5-öt, nagyon egyszerűen 3,5-et kapunk, mínusz előjellel, tehát láthatjuk, hogy a mínusz 3,12 ugyanaz, mint a mínusz 35 tehát akár így, akár úgy számolunk, ugyanazt az eredményt kaptuk. Nézzük következő feladatunkat. Mínusz 21 mínusz, majd most egy zárójelben, egy szorzat található. A szorzat pedig a, így néz ki, mínusz 5,1 hetedet, szorozni kell 0,3 tizeddel. Itt most azt látjuk, hogy két tizedes törtünk van, és egy vegyes törtünk. Viszont a vegyes törtnek a nevezője 7, ezt nem tudjuk átalakítani tizedes törté, mert végtelen tizedes törtet kapnánk, így attól függetlenül, hogy két tizedes törtünk van, őket alakítjuk át törté. Kezdjük először is a 2,1 tel Hát ha helyesen leolvasom, már adott is a vegyes tört alak. 2, és egy tized. Így akkor a mínusz 2,1-et mínusz 2,1-ként vegyes töltként írom. Figyeljük meg a következő lépésben a szorzatnak az előjelét. Az egyikük negatív, másikuk pozitív, tehát a szorzat negatív lesz, de a zárójel előtt pedig mínusz előjelünk van, a két mínusz előjel pedig egymás semlegesíti, így akár rögtön, hogy megszabaduljunk a zárójelektől, írhatunk pluszt is. Így akkor másolhatom az 5,1-et, amit érdemes, amit a szorzat miatt át kell alakítani áltörté. 5 x 7 az 35, plusz 1 az 36, tehát ez lesz a 36 heted, és akkor most még a 0,3 tizedet is átalakítjuk törté, ahogyan olvasom, 3 tized. A 0 egészre nincs is szükség. Figyeljünk arra, hogy a műveletek sorrendje alapján először szorozni kell. Egyedül annyit tehetünk, hogy a mínusz 2,1-et átalakítjuk áttörté. 2 10 az 20, plusz 1 az 21, tehát mínusz 21 tized. Az előjelünk plusz lesz a szorzatnál. Nézzük meg, hogy lehet-e egyszerűsíteni. Hát kevés dolgot lehet egyszerűsíteni, a 7 és a 3 ágán nem lett semmit sem. A 36 és a 10 esetében pedig csak egy kettessel tudunk egyszerűsíteni, 36-ban a 2 megvan 18-szor. 10-ben pedig 5-ször. Így ha összeszolzom számlálót számlálóval, 3-szor 18 az 54, és a két nevezőnek a szorzata 7-szer az 35. Következő lépésben keressünk közös nevezőt 10-nek és 35-nek. A 10 és, és a 35 közül, nagyobbik száma 35, az nem osztható 10-zel, kétszeres a 70, az már igen, tehát a közös nevező a 70. Az első törtet bővítjük héttel, a másodikat pedig kettővel. Hát itt most azt látjuk, hogy ha az előző lépésben nem egyszerűsítettünk volna, akkor pontosan a mostani 70-es nevezőt kaptuk volna, tehát úgymond fölösleges volt az egyszerűsítés. Ezt viszont nem tudhattuk előre, és mindig érdemes azért leegyszerűsíteni, hogy kisebb számokat kapjunk. Na de akkor most térjünk vissza a bővítésre a 21 tizedet, ha bővítem 7-tel, figyeljünk arra, hogy a mínusz előjelet csak lemásoljuk, 7 x 21 az 147, a nevező 70, és az 54 35-öt, ha bővítem 2-vel, 2 x 54 az 108, és a nevező pedig 70. Különböző előjelű törteket kell, hogy összevonjak. Abszolút értékben a mínusz 147 70 a nagyobb, tehát az előjel az mínusz lesz, és hogyha nagyobb számból kivonom a kisebbet, 147 mínusz 100 az 47, abból még 8-at az 39, és a nevezőt csak lemásolom. Mivel nem tudok egyszerűsíteni, nem tudom vegyes történet átalakítani, így megkaptuk a végeredményünket. Mínusz 39,70. -et. És ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!